Vas Dóra korábbi edzője állítja, hogy legsikeresebb tanítványa visszavonulása után sem állt meg az élet Budán. Klubjában jelenleg az utánpótlás nevelésére koncentrálnak leginkább, de az edzések mellett több helyszínen indítottak tanfolyami képzést. Ritmikus gimnasztika körkép következik. Szöul olimpikona Érfalvi Nóra a vendégem. Jó reggelt kívánok, szia Nóri! És hát örülök, hogy itt vagy, hiszen azért mi egy pár üzemolát eltöltöttünk iskolapadban, és itt adtam ott egymás mellett. Persze nagy ívet írt le azóta a te pályád, és valóban azt gondolom, hogy téged edzőként, nemzetközi bíróként talán kevésbé ismerték a tevékenységedet, de hát ugye az is nagyon-nagyon jelentős, hogy a Vas Dóra mestereként ismert meg a hazai és nemzetközi szakma. És hát ugye nagyon nehéz lehet, amikor az embernek végül is egy hosszú, hány éves közös együttmunkálkodás után kell? 16 évet dolgoztunk együtt, és Dóri végül is a olimpia előtt egy évvel úgy döntött, hogy edzőt vált, még ott közösen kezdtünk dolgozni egy ukrán edzővel, és utána az olimpia évében meg úgy döntött, hogy klubot is vált, és így próbálja meg. Én azt gondolom, mert még nem nagyon tudtam erre reflektálni eddig még az utóbbi két évben, hogy én hagytam, hogy az ő döntését elfogadtam, és hagytam, hogy hát, ha így neki sikerül az olimpiára való kijutás, ugye három kvalifikáción vettünk mi közösen részt, ahol egy-egy helyen maradt le az olimpiáról, és hát hagytam, hogy megpróbálja, de hát végülis az élet minket igazolt, mert így se jutott ki, holott kitolták kvótát négy helyjel, tehát hogyha most a régi kvóta rendszer, a régi nézzük, igen, akkor most kijutott volna három olimpiára, ugye kitolták négy helyen a kvótát. Ez nyilván nagyon nehéz egy edzőnek megemészteni, hiszen azért gondolom, hogy tulajdonképpen még fel tudod idézni az első napokat, amikor megláttad Dórit, hogy milyen volt vele elkezdeni a közös munkát. Nyilván azért látszott rajta, hogy ő egy kiemelkedő tehetségű versenyző, nem? Nagyon tág kislány volt, nagyon laza, tehát az adottságai nagyon jók voltak, de nem volt meg hozzá az ereje, ami kellett ehhez még, és aztán hát idővel felerősödött, és aztán ugye tudta hozni az eredményeket. De Dóri végül is azt gondolom, hogy nálunk teljesedett ki, ő nálam 9 éves korában kezdett, és végül is amit elért, hogy a világ legjobb 20 tornásza közé sorolták, és Európa-bajnokságon is 13.-17. helyet ért el, azt mind abban az időszakában ért el, amikor nálam volt, és természetesen én pontoztam, és én menedzseltem, tehát végül is ez is egy picit fájt az utóbbi időben, hogy mint pontozó is lemondott rólam, pontozót is más választott, és nem bízott meg még abban sem bennem, hogy menedzselni fogom. Azt kell mondanom, ez nagyon nehéz dolog, mert ugye azért, amikor az ember egyéni sportágban, egyéni sportolót visz, akkor egyfelől edzőként az ő sikeressége a tanítványa kezében van. Ez már önmagában is nehéz helyzet, hiszen amikor mi mentünk ki a szőnyegre, akkor rajtunk múlt, hogy mi lesz a vége. Nyilván akkor az edzőink éreztek ugyanígy. De jelen pillanatban, hogy átültél a másik oldalra, sőt, tehát nyilván pontozó bíróként meg még egyfajta plusz extra izgalom van, amikor még ítélkezned is kell a saját versenyzőt fölött. Tehát ilyen tekintetben persze, hogy ez rendkívül nehéz dolog, de ez mennyire teszi az embert óvatossá a jövőben, hiszen most éppen arról beszélünk, hogy új fiatal generációval kezdesz neki újra, vágsz bele, toborzol tulajdonképpen tehetségeket, hogy végül is 16 év közös munkája egy szempillantás alatt elillanhat, és az ember mit tehet más, mint hogy bölcsen hátradől, és a versenyzője érdekében enged. Én azt gondolom, hogy ezzel nem tud az ember tenni, hogyha ez így megtörténik. Én Dóri mellett azért rengeteg felnőtt tanítványom volt, 12 egyéni válogatott és 13 együttes kézisztelt csapat válogatottat adtam a Magyar Ritmikus Sportgimnasztika válogatottnak, tehát ez benne van sajnos. A Dóri futott be a legjobban, én azt gondolom most nálunk 8-9 évesek között rendkívül sok tehetség van, több mint 20 kislány, aki hasonló adottságokkal rendelkezik, mint Dóra, és a 11-12 évesek között meg két kislányom van, akire azt tudom mondani, hogy lehet, hogy lesz belőle valami. Én azt gondolom, tovább kell menni, tovább kell csinálni, aztán lehet, hogy tényleg valakivel el fogom majd érni azt a célt, hogy kijut az olimpiára. Én azt gondolom, hogy ezzel nem törtem meg, tudomásul vettem, hogy ez így történt, de én azt gondolom, hogy van ezután is élet, és van egy
nagyon szép családom, van két kisfiam, az egyik egy kicsit nagyobb, 15 éves, a másik 3 éves, tehát hogy az élet az megy tovább, és nem áll meg. Abszolút így van, és akkor ha már egy picit arról beszélünk, hogy megy tovább, és ugye nyilván ez a ti szakmátok is fejlődik, és fejlődést is kíván, akkor picit beszéljünk arról, Nóri, hogy mondjuk akár a Dóra kicsi korához képest, miben változott ez a sportág? Hát ugye abban gyakorlatilag nem nagyon, hogy ugye az orosz vagy a volt szovjet tagállambéli dominancia az rendkívül erős. Szinte már-már lehetetlen felvenni velük a versenyt. Nyilván nem lehetetlen, mert ha az lenne, akkor az ember bele se kezdene a munkába. De alapvetően hogy látod, hogy mik azok a belső változások, vagy azok akár azok a külső elvárások, aminek ma már meg kell feleljen egy versenyző, akár ahhoz a korhoz képest, tehát arról nem is beszélek, hogy mondjuk a mi versenyzői időnkhöz képest, tehát fizikailag lehet-e még olyanná alakulni, amilyenné kéne? A Dorka idejében, amikor a főidő volt, tehát most nem az utolsó 3 évet mondom, az előző ciklusokat, akkor inkább a testtechnikára ment rá a szakma, tehát hogy a spárgaugrások, a forgások minél több, tehát ezekre a dolgokra. Mondjuk a balett erények voltak fontosak, ugye? Tehát a klasszikus balettből hozott erények. Igen, pontosan ez, és hogy most meg inkább afelé ment el egy kicsit, hogy nagyon sok táncos résznek kell a gyakorlatban lenni, hogy hogyan adja elő a kislány a gyakorlatot az arcával, arcminikájával, és ami fő szempont most ugye szertechnika, tehát sokkal többet kell majd most szerrel tudni, mint például a Dori idejébe. Uh-huh. Tehát azok a gyerekek például, akiknek nem lesz ügyes a keze, hiába nagyon extra testtechnikájú gyerekek, azok a gyerekek sajnos lehet, hogy nem fognak ebben az új periódusban érvényes. Alapvetően egy kicsit örülünk azért ennek, hogy egy kicsit ez visszaidézi azt az időt, amikor ti is voltatok, hiszen emlékszem, hogy bámulatos elvárások voltak szertechnikában irányotokban, és valahol azért azt hiszem, hogy ennek a sportágnak ez a sajátossága, tehát nem csak guminőket akarunk látni összehajolva mindenféle lehetetlen irányokban, úgyhogy közben mondjuk tartanak egy szert a kezükben, és csinálnak két mozdulatot, hanem valóban ennek a sportágnak ez a sajátossága. Ez most mondhatni, hogy egy a belső szabályozás vagy egy picit jobb irány? Én azt gondolom, hogy jobb irány, mert ez sokkal egészségesebb a testnek ez, mert az, amikor az volt a követelmény, hogy nagyon ezeket a guminős pozíciókat csinálták a gyerekek, nagyon sok gyereknek tönkre ment a derek, a csípőizülete, tehát azt gondolom, hogy ez az irány, ez egy sokkal jobb irány, sokkal látványosabb a közönség szempontjából, tehát mindenféle szempontból ez jobb lesz, én úgy gondolom. Ha már egy picit még a pontozásra visszatérünk, ugye te részese is voltál, lát elszenvedője és akkor a tanítványait kapcsán, és az sem titok, hogy pontosan ez a nagyon erős, ugye volt szovjet dominancia, orosz dominancia leginkább, ez a pontozásra is sokáig rányomta a bélyegét, volt is egy megtisztulási folyamat évekkel ezelőtt, mert hogy annyira nem voltak tiszták a vonalak a háttérben. Ebben van a fejlődés, tehát látod-e azt, hogy azért egy picikét talán valamelyest objektivizálódik a teljesítmény értékelése? Én azt gondolom, hogy igen, próbálják ezeket a szabályokat úgy megoldani, hogy azért a produktum egy ezen a pontszámmal, tehát mindenféle szempontból ezt próbálják erősíteni, és azért azt gondolom, hogy már akkora nagy igazságtalanságok azért nincsenek. Na hát az mindesetre jó, azért egy fontosás sportágban ezt van. Hogy aki azért dolgozik, és oda teszi mindig azt a munkát, és a produktumot hibátlanul tud dolgozni, ez azért fontos dolog felnőtt kategóriában, amikor 4-szer van, akkor azért ő oda tud jutni, én azt gondolom. Jövőre hazai rendezésű világeseményünk van, ugye? Igen, Európa-bajnokság. Ha már a toborzásról és a kedv csinálásról beszélünk, hú de csúnya ez a szó, akkor mennyire érzed ennek esetleg jelentőségét, mennyire lehet majd a fiatalokat akár Óbuda irányába egy kicsit elvezényelni? Nekünk még ebben az EB-n nem lesz résztvevőnk, az biztos, mert még fiatalok hozzá. Biztos, hogy ott lesznek és végig fogják nézni, mert nagyon lelkes kis társaság, és én azt gondolom, hogy most jelenleg a magyar ritmikában, akik felnőtt tornászok, ők mind olyan adottságos tehetségű gyerekek, akiktől azért várhatunk jövőt, tehát reméljük, hogy már itt is meg tudják mutatni magukat, és lesz junior együttes kéziszer csapat, aki én úgy gondolom, hogy nagyon jó képességű gyerekek, és ők is nagyon jó eredmény várható tőlük is.
Mondhatjuk, hogy akkor ebben a nagyon szép és nagyon-nagyon művesen női sportágban azért lesz még jelenlétük a jövőben, ugye? Én úgy gondolom, hogy igen, hogy jó irányba harad a magyar ritmika, tehát lesz jövője még, és lesznek még eredmények. Hát akkor jó munkát neked, és örülök, hogy hasonló lelkesedéssel csapsz most bele ebbe megint, mint ahogy egykor is tetted ezt Dórival. Köszönöm szépen, nagyon és sok sikert! Köszönöm.